tulajdonképpen ez egy egyfajta énvergődés a szónak, egyáltalán nem egy egoista, hanem inkább ilyen esendő értelmében. Hát az egóról szól, de nem egoista módon. Persze benne van a nagy ő, vagy a nagy gondolat, ami az embert mindig fölpiszkálja, valami, ami nagyon, vagy valaki inkább, aki nagyon foglalkoztatja őt. A Livius írta a szöveget, és szerintem ez a Liviusnak a legjobb szövege. És de annál nagyon fontos, hogy meg tudja teremteni a saját világát. Tehát annyi inger ér bennünket, embereket, és hogy mi az, ami mégis le tudja kötni a figyelmünket. Tehát ez a dal meg tudja teremteni ezt. Ez többször bebizonyosodott koncerten. Azért szeretem, és ez a fajta repetíció olyan, amellett, hogy valahol az énről szól, mégis vannak benne nemes emberi dolgok, benne van az áldozatvállalás, az, hogy a megadásnak a lehetősége, mint pozitív gondolat, akár egy másik ember és önmagam felé, ez is, és mindez párosul egy katartikus előadással, amiben van valamilyen fajta katarzis. Ez a Kutya Bacsvája nevezető ilyen hip-hop és egyéb különböző zenei dolgokat magába sűrítő formációnak készült eredetileg, és ott egyfajta ilyen kántálós az egész, és csak a refrének ez az a pár szó, hogy megadom magam, ez volt egy ilyen kitörő zenei dolog. És az előadás is olyan egyébként, amikor ez megy színpadon, hogy ez elkezdődik ez a harmónia, vagyis hogy ugye egy ilyen gitár kezdi, nagyon, nagyon soványan, kevéssel kezdődik az egész nulla. Tehát az az állapot van, hogy így, akkor csak le kell nyugodni, majd a szavak hozzák az érzést. Nem kell nekem gondolni a csajra, nem kell nekem gondolni, hogy én most szenvedek, vagy nem, vagy most akkor én megadom, vagy nem. Csak úgy elkezdem, hogy le kell nyugodni, és akkor elkezdem mondani a szöveget, szinte a szám mondja. És magától, ahogyan építkezik a zene, és ugye egyre többet mond a mesélő, így szép lassan, de azért de úgy exponenciálisan emelkedik. Első refrén, van benne egy ilyen aranymetszésszerű dolog, és aztán van egy nagy kirobbanás, vagy ilyen trombitás zenei rész, és utána pedig visszanyugszik. És az egész olyan, mint egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen jó sikerült színházi előadás. Tehát, hogy megvan a kis seregszemlénk, invokáció, és utána jönnek a bonyodalmak, és akkor végül megoldást tanulsz. Akár egy erosítus hang is lehet. Vagy egy aktus, igen. Katarzis a végén, az ellágyulás, de hogy közben a közeledés és az üvarlás is ott van. Tehát igazából nem lehet minden tudatosan megfogalmazni, pont az a szerencsés együttállás, hogy az a fajta ösztönössége, hogy mi emberek tudatalatt is élünk és működünk, gondolkodunk, valahogy azt is sikerül, azt hiszem a dalba elkapni, és a tudatosan annyival egészítettük ki, amennyiről tudunk, hogy ezt nagyjából hogy kéne vezetni, vagy ilyesmi, de mindenképpen valamilyen fajta ösztönös működést is megjelenít. És amikor elkezdtem írni, akkor ugye eszembe jutott egy nagyon nagy szerelem, akivel találkoznom kell majd, de már mi nem vagyunk együtt, és ugye, és hogy mondja, hogy lesz. És ez volt az eleje, de mire a szöveg végére értem, addigra már nem is erről volt szó, addigra már valahogy ilyen általános érzéssé vált az egész. És emlékszem, hogy ez úgy született ez a szám, hogy tényleg volt ez a két sor, és amikor leültem, hogy most ihlet van, ahogy Tibi szokta mondani, hogy múzsa seggen csók volt, akkor elkezdtem írni, és emlékszem, hogy ez kigurult 20 perc alatt. És az is általában az ilyen... Hú, és így, hú, kész, hozzá se kell mondani. Az ember, hogy pont az ilyen daloknál, hogyha van egy személyes, valami intim jelentése, mondjuk annak, aki esetleg írja, vagy megalkotja, az abból a fajta intim kis magocskába, vagy gyökérből később, ha eljut egyfajta általánosabb emberi mentális, vagy spirituális pozícióig, általában az nagyon össze szokta hozni az embereket, hogy találkozunk többen ezzel a gondolattal, nem válik teljesen öncélúvá, bár lehet, hogy egy személyes, öncélú dologból indult akár, de mégis van valamilyen fajta általánosabb idézőjelbe igazsága a történésnek.